A Nemzeti Park kutatóháza mellett tovább gyalogolunk a vadregényes Szarkádi erdőben. Sűrű növényzetben, terebélyes fák között és néhol függőlegesen leszakadó sziklaperem mentén haladunk. A hosszú szakaszon feltűnően egyenes balatoni partvonal egy geológiai törés irányát mutatja. E szerkezeti vonal mentén korábban hatalmas kőzett tömegek mozogtak egymás mellett, most pedig a tó támadja az alulfekvő puha pannon rétegeket, időnként jókora csúszamlásokat, leszakadásokat idézve elő. A Szarkádi tető turista pihenőjétől a Félsziget belseje felé fordulva egykori hévforrás kúpok tucatjaival találkozunk. Többségüket ugyan erdős bozót rejti, de néhányat a Nemzeti Park szakemberei kibontottak, láthatóvá tettek. Sajnos a hajdani kőbányászat egy részüket félbevágta, így viszont lehetővé vált belső felépítésük pontos megismerése. Korábban e képződményeket felszökő forrásoknak vélték, azonban a vizsgálatok nyomán ma már egyre biztosabbnak látszik, hogy nem valódi gejzírek voltak, hanem a felszínre bukkanó hívforrások csordogáló vizéből kicsapódó kovás meszes kőzetkúpok. Emiatt nem igazán szerencsés a kőzet gejzirit elnevezése. A gejzírmező felől közelítve a többi kúp közül impozáns méreteivel kimagaslik az aranyház. Repedéseiben, üregeiben ne keressünk nemes ércet, mivel költői nevét a kőzeten megtelepedő sárga színű zuzmóról kapta. A lágyszárú növények cserjék gyökereiből termelődő savak lyukacsossá oldják a szikla felszínt. A kúp belsejében a törmelékkel eltömődött forrásjárat elszűkülve ismeretlen mélységekbe vezet. A bástyaszerű kőpadok tetejéről kitűnő kilátás nyílik a félszigetre és a belső tóra. A Balaton szintjénél 26 méterrel magasabban fekvő, nyílt víztükrű tó a horgászok kedvelt helye. A lefolyástalan medencét bélelő vízzáró agyag akadályozza meg az összegyűlt csapadékvíz elszivárgását a Balatonba. A mélyedés kialakulásáról megoszlanak a vélemények. Egyesek beomlott vulkáni kalderának gondolják, mások szerint a bakonyból lecsapódó erős szelek fújták ki belőle a laza homokot. A belső tó melletti pihenés után kapaszkodjunk fel a cserjékkel, alacsony fákkal borított kis erdő tetőre. Az ösvény egy hatalmas vulkáni beszakadás sziklafalának maradványa alatt halad. A sötét szürke bazaltú fában először a kőzet kimálásával keletkezett gömbösszerű formákat látunk, majd féltetősen kihajló kőpadok alatt bújunk át, hogy végül elérjük a félsziget talán legszebb geológiai feltárását. A fölénk tornyosuló fal rétegei sok millió éves történetről mesélnek. Az alsó pár méternyi bazaltufa tele van vörös homokkő, sárga, megsült agyag és fehéres szürke dolomit idegen törmelékével. Egyik sem vulkáni eredetű. A több tíz kilométer mélységből felnyomuló 1000 fokon izzó magma összetalálkozott a vízben dús felszínközeli kőzetekkel és üledékekkel. A képződő gőz és az óriási nyomás alól hirtelen felszabaduló vulkáni gázok iszonyú robbanások kíséretében szétszaggatták a lávát és összetörték a kürtő falát alkotó kőzeteket. Mindez ismétlődve heves kitöréseket eredményezett. A kavargó szilárd kőzetszemcséktől, törmelék daraboktól súlyos, izzó gázfelhő több száz kilométeres sebességgel végigszáguldott a környéken, mindent betemetve és letarolva. Később a növekvő salakkúpokból rendszeres időközönként lávabombák röpültek a magasba, majd visszahullva becsapódtak a puha felszínbe. A kőzetfal felső része már az elcsendesült tűzhányó működés utáni időkről tanúskodik. A környező vulkánokról lepusztult törmelékanyag a vízbe rakódott le. Kiskerülővel feljutunk a sziklák tetejére.
Innét kitűnő kilátás nyílik az alattunk elterülő, náddalsással sűrűn borított, sekély külső tóra. Vizét ez is kizárólag csapadékból nyeri. A lefolyástalan medence a feltételezések szerint egy hajdani tűzhányó kiürült magmakamrájának beszakadásával keletkezett, úgynevezett kalderában fekszik. Az 1800-as évek elején lecsapolták. Helyreállítása 1976-ban indult meg a levezető csatorna elzárásával. Szerves iszappal feltöltött, elmocsarasodott teknője kiváló élőhelyet biztosít a kétéltűeknek, hüllőknek és a velük táplálkozó vízimadaraknak. Növényzetét a nyílt vízen úszó rencehínár társulások jellemzik. Fokozottan védett terület. A kis erdőből kifele jövet a turista pihenő közelében megcsodálhatjuk az őszi csillagvirág szerény szépségét is. A félsziget északkeleti részét uraló óvár egy ősi sáncokkal körülvett erődített település. A hatalmas földvár bejárata délnyugaton a vaskori halomsírok közelében lehetett. A régészeti ásatások számos cölöpjuk, gödör és tucatnyi háznyomát tárták fel. Több időszakban is volt itt élet. A késő bronzkor végén és a korai vaskorban, a kelták idején, majd hosszabb szünet után a korai Árpád-korban. A földsánc keleti oldaláról csodálatos kilátás nyílik a füredi öbölre. Alattunk a sziklagyepekben számos védett növény él, köztük a nagy pacsirtafű és a csillaggerepcsin. Szerpentines úton érkezünk a sziklafal tövébe, a barátlakásokhoz. Az üregeket már az 1055-ös keltezésű alapító levél is említi Petra néven. Később 1267-ben egy pápai oklevélben oroszkőnek hívják. Első András királyunk a kievi fejedelemségből telepített ide bazilita szerzeteseket, akik a 20 méter magas bazaltúfa falba vájtak lakhelyet maguknak. A legnagyobb helyiség valószínűleg templom volt. A cella csoportból ma már csak három látható, a többit az 1952-es sziklaomlás betemette. 1994-ben a fennmaradt barátlakásokat megerősítették. A sziklafal szépen megőrizte a vulkáni működés egyes szakaszait. Több helyen bombaként becsapódott permi vörös homokkő darabok is láthatók. Tihanyi körútunk utolsó állomáshelye a félsziget egyetlen forrása, Halvik Ciprián Tihanyi apát nevét viseli. Pannon agyag és homokrétek határán fakadó, kellemes hűs vize felfrissíti a megfáradt túrázókat. Tihany az ország leglátogatottabb üdülőterületei közé tartozik. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park munkatársainak két látszólag ellentétes érdeket, a természetvédelmet és az idegen forgalmat kell összehangolniuk, hiszen a vendégek nagy részét nem csak a zajos szórakozás, hanem a testet-lelket üdítő Balatonfelvidéki táj is vonza. A félsziget változatos, romantikus természeti szépségei a Lóczi Lajos sétautat végigjárva most már bárki számára könnyen elérhetővé váltak. Az érdeklődők a Nemzeti Park munkatársainak szakvezetésével még több információt tudhatnak meg erről a kincseket rejtő vidékről. Induljanak hát felfedező útra, kellemes túrázást kívánunk mindenkinek!